természettudományos élményközpont, a matematika, a természettudományos, műszaki és informatikai képzés népszerűsítésére nyert támogatást a Nyíregyházi Egyetem. Fűtési szezon. Szeptember 15-én Nyíregyházán is elkezdődött a fűtési szezon. Természettudományos élményközpont nyílik hamarosan Nyíregyházán. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Az önkormányzat és a Nyíregyházi Egyetem sikeres pályázatának köszönhetően egy olyan központot hoznak létre a szakemberek, ahol a természettudományos tantárgyakat próbálják érdekesebbé tenni és jobban megismertetni az általános és középiskolás diákokkal. A Nyíregyházi Felsőoktatási Intézmény célja, hogy minél többen válasszák a természettudományos és műszaki képzéseket. Háttérbe szorult a tudományos képzés az elmúlt időszakban, kirívóan alacsony a műszaki és a természettudományos diplomát szerzők száma. Másik probléma, hogy a felsőoktatási intézményekbe bekerülő hallgatók felkészültsége is elmarad a kívánatostól. Ennek is köszönhető, hogy magas a lemorzsolódási arány. Nyíregyháza és térségében nagy igény mutatkozik a szakképzett természettudományú végzettségű munkaerő iránt, amelyet a munkaerőpiac nem tud kielégíteni. Ezek alapján a Nyíregyházi Egyetem programjának célja, hogy a természettudományos és műszaki pályát végzettek számát növelje. Ennek érdekében egy úgynevezett élményközpontot is kialakítanak. A Nyíregyházi Egyetem és Nyíregyháza város önkormányzata tavaly nyert egy pályázatot. Ennek köszönhetően kaptak támogatást az élményközpont kialakítására, amely a Bátori utcában fog majd működni, várhatóan 2018 őszétől az általános és középiskolák számára. Ez az élményközpont a matematika, műszaki tudományok, fizika, kémia, tantárgyak iránt érdeklődő hallgatók számára szeretne olyan mélyebb betekintést adni, amelyekben olyan módszertani ismeretekkel, olyan élményekkel gazdagodhatnak, amely mondjuk egy klasszikus általános iskolai vagy középiskolai tanítási óra keretein belül nem megvalósítható. 21. századi körülmények között egy teljesen felújított külső-belső teljes 21. századnak megfelelően felújított épületkomplexumban olyan modern és új eszközökkel ismerkedhetnek meg a tudománnyal, amelyekkel esetlegesen ezek a hallgatók, diákok még eddig nem találkoztak. Az élményközpont kialakítására azért van szükség, mert az egyetem úgy tapasztalta, hogy sok diák nem tudja teljes mértékben eldönteni, hogy mely tudományág érdekli őt a legjobban. Ez a központ segítséget adhat az orientálódásban, a tudományoknak azon részeit is megismerhetik az élményközpontban, amellyel még nem találkoztak. Ezen túl a tehetséggondozás is kiemelt feladata lesz a programnak. Speciális, funkcionális tantermeket alakítanak majd ki az élményközpontban, és kis csoportos foglalkozásokat szerveznek majd, amelyeket a Nyíregyházi Egyetem oktatói tartanak, ugyanis ők állították össze a tananyagokat is. A szakmai munkát már ezzel kapcsolatosan elindítottuk. A megyében jelenleg 10 nyíregyházi iskola és 10 vidéki iskola, aki becsatlakozott ebbe a programba, hogy szeretnének a következő tanévben ezeknek a szakkörrendszerű foglalkozásoknak, azoknak a tematikus foglalkozási napoknak, kiscsoportos foglalkozásoknak, tehetséggondozásoknak aktív részesei lenni, amelyre a kollégáink már az új eszköztárral, módszertannal ellátott oktatási programjait előkészítik. Milyen eszközökre kell gondolni, robotokkal támogatott informatika oktatás, olyan biológiai és kémiai laboratóriumi körülmények létrehozása, amelyekben a magasabb szintű kémiai, biológiai kísérletezések is megtekintésre kerülhetnek, bizonyos kreatív eszközökkel támogatott matematika oktatás, minél magasabb szinten digitalizált feltételekkel. A cél, hogy a középiskolások egy része emelt szintű érettségi vizsgát tegyen valamilyen természettudományos tantárgyból, illetve hogy már a középiskolai éveik alatt is kapcsolatba kerüljenek a Nyíregyházi Egyetemmel, majd később ebben az intézményben végezzék felsőfokú tanulmányaikat. A statisztikai adatok alapján a következő évtizedekben komoly pedagógus hiánnyal is számolni kell a természettudományos oktatás területén.
Szeptember 15-én országosan így Nyíregyházán is elkezdődött a fűtési szezon, ami azt jelenti, hogy a nyírtávfő az épületek fűtés szabályzóit készenléti állapotba helyezte. A szolgáltatás színvonalának és az üzembiztonság hatékonyságának javítása érdekében a nyár folyamán több előre tervezett karbantartási munkálatot is elvégzett a szolgáltató a hálózaton. Többek között távhővezetéket cserélt, illetve új hőközpontokat hozott létre. Bár még a késő nyárias meleg jellemzi az időjárást, a fűtési szezon már hivatalosan elindult hazánkban. A szeptember 15-i szezon kezdett, azonban inkább csak egy elvi lehetőség arra, hogy a fogyasztók igényelhetik a távhőszolgáltatást. A gyakorlatban pedig azt jelenti, hogy a szolgáltatónak eddig az időpontig a legszükségesebb hiba elhárításokon kívül minden karbantartási munkát be kell fejeznie. Természetesen ez akkor szokott a fűtés szezonon igazából elindulni, amikor a napi középhőmérséklet 12-13 fok körül van. Most még jóval 18-20 fok körül van ez, bár ugye hétvégére jósolják a hideget, úgyhogy előfordul, hogy akkor már be kell indulnunk néhány épülettel. Több mint 50 éve üzemel Nyíregyházán a távhőszolgáltatás, éppen ezért folyamatosan szükséges a hálózat korszerűsítése. Idén nyáron is számos karbantartási munkát végzett a nyírtávfő a megyeszékhelyen. Csőcserét végeztünk Érkerten, Betlen Gábor utcán, de Józsavárosban is dolgoztunk. A legnagyobb beruházásunk az a Szegfi utcai beruházás volt, ahol közel 400 méter magas vezetést tettünk a föld alá. Korszerű előszigetelt csővel egy talajvizes területen. Ez a vezeték ez azóta már működik, hiszen ezt május-júniusban megtettük. Jó László azt is elmondta, Nyíregyházán valamennyi távfűtéses lakást fel tudtak szerelni okosmérőkkel, ez a megyei jogú városok közül eddig csak itt valósult meg teljes mértékben. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy áttekintette a gazdasági növekedési adatokat, és az látszik, hogy idén 3,5% feletti lesz a növekedés, így 2018-ban is fognak nyugdíjprémiumot fizetni az arra jogosultaknak. A pénzügyminisztérium konkrétan 4,3%-kal számol, ami azt jelenti, hogy a tavainál nagyobb összeg érkezhet a nyugdíjasokhoz. Ezzel szemben nyugdíjkorrekció nem lesz, amelyen egy átlagos nyugdíjas 10 000-eket veszít, de sokan kapnak majd egy összegben nyugdíjprémiumot. Várhatóan az előző évinél 4000 forinttal többnek örülhet egy átlagos nyugdíjas. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy akinek legalább 80 000 forint a nyugdíja, az 16 000 forintos nyugdíjprémiumot kap, akinek ennél kisebb a járandósága, az arányosan kevesebbet. A 28 500 forintos nyugdíj minimumot kapóknak 4275 forint jár majd. A katasztrófavédelem munkatársai az éves kiképzés részeként folyamatosan frissítik az első segélynyújtó tudásukat. A gyakorlatban ugyanis előfordulhat, hogy a mentők érkezéséig nekik kell jeletben tartaniuk egy baleset vagy egy tűzeset sérültjeit. A képzéseken elméleti és gyakorlati oktatás is folyik. Közös kiképzést tartanak az Országos Mentőszolgálat és a katasztrófavédelem munkatársai a nyíregyházi tűzoltóállomáson. A mentők azokat az elsősegély nyújtási, illetve újraélesztési módszereket ismétlik át a tűzoltókkal, amelyek a balesetek vagy a tűzesetek sérültjeinek ellátását szolgálják. Az éves kiképzési terv részeként folyamatos a tűzoltók szinten tartása, tudásának szinten tartása. Éppen ezért mondjuk egy elsősegély nyújtásnál a tűzoltók hiába vannak ugye ennek birtokába. Az éves frissítés mindenképpen előírt és célszerű. A mentőszolgálattal közösen ugye nem csak olyan stratégiai partnerek vagyunk, hogy egy-egy kárhelyszínen mondjuk a mentők kiérkezéséig, ha hamarabb érkeznek a tűzoltók, egyfajta elsősegélynyújtást, a beteggel való foglalkozást meg tudják tenni, főleg mondjuk, ha egy gépjárműbe szorult, sérültről van szó, hiszen tudatánál kell tartani, illetve azokat az elsődleges beavatkozásokat meg kell tenni, amely az életben maradását, illetve a gyógyulását elősegíti. A képzések évek óta tartanak, a két szerv közötti együttműködés stratégiai fontosságú, tette hozzá a szóvivő, aki elmondta, az elméleti és gyakorlati tudást egyaránt frissítik ezeken a foglalkozásokon. A 10 milliómodik online számla is beérkezett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. A 2,5 hónapja indult rendszer a fekete gazdaság visszaszorítása érdekében jött létre. A tisztességes vállalkozásoknak könnyebbséget és újabb megrendeléseket hozhat. A bevezetés egyik célja az volt, hogy az áfa bevallási tervezetet is ki tudja majd ajánlani az adóhivatal.
két és fél hónapja, augusztus 1-től már élesben működik a NAV online számla rendszere, a napokban pedig a 10 milliómodik számla is beérkezett a hatósághoz. Ennek bevezetésével 10 milliárdokkal nőhet az állam bevétele, ugyanis a fekete gazdaság elleni újabb eszköz minimálisra csökkenti az áfacsalás lehetőségét és az adókerülők számát. Ezt még nyáron nyilatkozta a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöke. Az online számlázási rendszert azoknak a vállalkozóknak kell használni, akik 100 000 forintnál magasabb áfatartalmú számlákat állítanak ki. Ha valaki nem rendelkezik online programmal, manuálisan is feltöltheti a számlákat a NAV webes felületén működő rendszerébe. Ebben a helyzetben 100 000 forint esetében 5 nap áll rendelkezésükre. Ha az 500 000 forintot haladja meg a számla áfatartalma, akkor legkésőbb másnap kell feltölteni az adatokat. Az online számlarendszer segítséget nyújt abban, hogy a bevallási tervezeten túl a későbbiekben az áfa bevallási tervezetet is ki tudja ajánlani a Nemzeti Adó és Vámhivatal a vállalkozások részére, hiszen lehetőség nyílik arra, hogy egy teljes körű képet kapjunk arról, hogy a vállalkozások milyen jellegű számlákat állítanak ki. Természetesen, hogy ez tényleg valósan teljes körű kép legyen, ahhoz szükséges az is, hogy a jelenleg érvényben lévő 100 000 forintot vagy azt meghaladó számlákon túl a kisebb értékű számlák adatait is feltöltsék a vállalkozások, hiszen így a későbbiekben majd ez a bevallási tervezet tényleg mindent le tud fedni a számukra. Valamint amellett, hogy a bevallási tervezet elkészítésében segítséget nyújt majd a későbbiekben, a fiktív számlagyártókat, illetve a családvállalkozásokat is ki tudjuk szűrni. Magyarországon 2 év alatt több mint 7% ponttal csökkent az adóelkerülés, sőt 2015-re csak nem fele akkora lett, mint a régió más országaiban. Az Európai Uniós Bizottság tanulmánya szerint, amíg a hazai adórés, azaz a költségvetésből kieső áfa bevétel 13,7% volt, addig a régiós átlag 25,5%. 2019-től eltörli az évente 2-szer esedékes óra átállítást az Európai Unió. A tagállamoknak jövő áprilisig van idejük eldönteni, hogy a nyári vagy a téli időszámításhoz tartják majd magukat, közölte az Európai Bizottság. Az Unió eddig minden tagállamot arra kötelezett, hogy március utolsó vasárnapján 1 órával állítsák előre az órákat, majd októberben vissza. Az órát már az ókori civilizációk is definiálták, az emberiség fejlődése során pedig egyre fontosabb szerepet kapott. Az első áttörést a mechanikus óra megjelenése jelentette, egy évezred elteltével mára pedig már bárhol megtudhatjuk a pontos időt. Ennek több szerepe, illetve előnye is van, az egyik ilyen az energia megtakarítás. Magyarországon 1980 óta megszakítás nélkül alkalmazzák a téli és nyári időszámítást. Ezt egy Európai Uniós előíráshoz igazodva kormányrendelet szabályozza hazánkban. A fiatalabb Y és X generáció számára, akik 1980 után születtek, természetes az évenkénti óraállítás. Ők ugyanis már ebben a rendszerben nőttek fel. Az óraállítással évente mintegy 100-120 000 megawatt óra villamos energiát takarít meg az ország, ami körülbelül 30-40 000 háztartás, tehát egy közepes méretű magyar város teljes éves energia szükségletével egyezik meg. Ez korábban a Magyar Villamos Energia Ipari Átviteli Rendszerirányító ZRT nyilatkozta televíziónknak. Ez pénzben is kifejezhető, mintegy 4-5 milliárd forintot jelent. Az újabb tanulmányok azonban azt bizonyítják, hogy az energiahasználatban mért különbség mára elenyésző. Az Európai Unió nemrégiben egy közvéleménykutatást végzett 4,6 millió ember közreműködésével. Ebben a válaszadók 84%-a úgy nyilatkozott, hogy nem szeretné fél évente átállítani az órát. Eddig szinte mindenében volt valaki, aki felemelte a szavát az óraállítás ellen, most pedig az Európai Unió is döntött. 2019. októbertől eltörlik az évente 2-szer esedékes óraátállítást, a tagállamoknak pedig áprilisig lesz idejük dönteni, hogy a nyári vagy a téli időszámításhoz tartják magukat. Ebben az évben október 28-án vasárnap hajnali 3-kor kell 2 órára visszaállítani az órát, ekkor kezdődik a téli időszámítás. Az Európai Unió döntése értelmében ez lehet az utolsó előtti óraátállítás, ha Magyarország a nyári időszámítás mellett döntene, ugyanis márciusban még egyszer kötelező az állítás. Ha viszont a téli időszámítás mellett dönt hazánk, akkor jövő októberben várható az utolsó óraátállítás.
Hazai pályán a budapesti Honvéd ellen kezdi a bajnokságot a Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák még légiós nélkül fogadják a fővárosiakat a csütörtökön 18 órakor kezdődő mérkőzésen. Siska János együttesének célja, hogy az élmezőnyben zárja az alapszakaszt az NB1B piros csoportjában. Mivel az első fordulóban kiírt oroszlányi meccse hazaiak kérésére későbbi időpontra került, a Nyíregyháza Blue Sharks a második fordulóban kapcsolódik be az NB1B piros csoportjának küzdelmeibe. A rajt előtti sajtótájékoztatón Sitko Ernő szakmai igazgató elmondta, hogy a légiós kiválasztás egyelőre folyamatban van, a Honvéd elleni meccsen még nem lesz külföldi játékos a cápáknál. A célokat tekintve nem hangzott el konkrét helyezés, mivel némileg átrendeződtek az erőviszonyok a másodosztályban, így néhány fordulóra szükség van ahhoz, hogy reális kép alakuljon ki a riválisok játék erejéről. Természetesen mindenki azt várja tőlem, tudom jól, hogy azt mondjam, hogy a feljutásért fogunk küzdeni, de nagyon nehéz ezt kimondani. Meg kell látnunk, hogy a többiek erősítése hogyan sikerült. Úgy gondolom, hogy mi megpróbáltuk megerősíteni a csapatunkat, és szem előtt tartani azt is, hogy anyagi romlásba se vigyük az egyesületünket. Úgyhogy mindenféleképpen szeretnénk ott lenni a legjobbak között természetesen. Csapatunkat szeretnénk majd még kiegészíteni egy légióssal is, és akkor mondhatjuk azt, hogy elkészült ez a keret, amivel nekivágunk a 2018-19-es, vagy amivel be akarjuk fejezni majd ezt a bajnokságot. A külföldi játékos nem is, de két új kosaras láthatnak a cápáknál a szurkolók. Bazsó Bruno és Tóth Gergely érkezésével némileg átalakult a csapatjátéka. Siska János edző szerint a 6-7-es felkészülés alatt és a 7 edzőmeccsen sikerült beépíteni az új szerzeményeket. Nagyon komoly és kemény munka van mögöttünk. Én úgy gondolom, hogy jó sikerült a felkészülés, az új játékosokat sikerült beépíteni a csapatba, és csütörtökön mindenképpen győzni szeretnénk. A támadójátékunkat mindenképpen át kell alakítanunk, új figuráink vannak, illetve a védekezésben is vannak újítások. Azért két ilyen játékost igazoltunk, mert ők több poszton is tudnak játszani, a Bazsó Bruno gyakorlatilag 1-4-es posztig tud játszani, a Geri pedig 4-5-ös poszton bevethető, úgyhogy jobban tudjuk rotálni majd a csapatot. Az NB1B-ben egy 20 év alatti játékosnak kötelezően a pályán kell lennie a meccseken. A nyíregyháziaknál az egyik ilyen kosaras fazekas Csaba, aki győztes meccse számít csütörtökön. Szerintem nagyon jó formában jön ez a 6-7-es felkészülés, elég volt arra, hogy összeszokjunk, az új játékosokat is beépítsük. Ugye volt szó arról, hogy az összes csapat erősített, ez igaz a Honvédra is, ugyanis igazolták a horvát Ákos, többször is magyar válogatott, a Debrecenit. Szóval nagyon kemény találkozóra számíthatunk, de hazai pályán vagyunk, első meccs. Én nem félek attól, hogy ki fogjuk adni magunkból, amit csak ki tudunk, úgyhogy én bízom benne, hogy meg fogjuk nyerni a mérkőzést. Voltam a nyáron a válogatottban, elmondhatom azt, hogy nem olyan estem ki a ritmusomból, ennek nagyon örülök. A felkészülés során voltak jó meccseim, próbálom ezt a ritmust tartani én is, és hát bízom benne, hogy a csapatot fogom tudni segíteni, amiben csak tudom. A Nyíregyháza Blue Sharks budapesti Honvéd mérkőzés csütörtökön 18 órakor kezdődik a Continental Arénában. A további párosítása következő Nagykőrös Oroszlány, Miskolc PVSK, MAFC, MTK Török Bálint, Bonyhád Veszprém, Vasas Akadémia Budafok és BKG Préma Ese Békés. Egy új sportág, a Street Workout mutatkozott be az elmúlt szombaton Nyíregyházán. A saját testsúlyos edzésformára épülő látványsport képviselői 45 másodperc alatt három szeren mutatták be gyakorlataikat. Mintha egy speciális tornaverseny költözött volna ki a szabadba. Legalábbis hasonló gyakorlatokat láthattak azok, akiket a megyeszékhelyen bemutatkozó Street Workout betűt készített megállásra a városközpontban. A saját testsúlyos edzésformára épülő sportág képviselői Newton, Korláton és Talajon mutathatták be gyakorlataikat. A 2016-ban alakult Nyír egy Flow Egyesület a megyében egyedüliként foglalkozik a tengeren túlon kitalált sportággal. Amerikából indult ez a sportág, igazából saját testsúlyos edzésformára épülő látvány, illetve extrém sport, ahol a versenyző zenére egybekötve statikus és dinamikus mozdulatokat mutatnak be, és ezt a zsűri ugye értékeli, és most ezt egy párbaj alapú rendszeren láthatják az emberek. Nagyon fontos a stílus, akrobatikus és statikus mozgáselemek vannak benne. Az elmúlt 3 évben feltörekvő sportágnak számít, ugye próbálják a versenyeket is minél magasabb színvonalon megrendezni, most mi is erre törekedtünk, úgyhogy reméljük, hogy mind a versenyzőknek, mind pedig a közönségnek tetszik az, amit látnak.
Pál Vilmos elmondta, szeretnék, ha minél többen kipróbálnák a sportágat, amelyhez nem árt némi előképzettség, de kitartással akár a nulláról kezdve is eljuthat valaki egészen magas szintre. Most pedig híradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. A Nyíregyházi Önkormányzat és a Nyíregyházi Egyetem sikeres pályázatának köszönhetően egy olyan központot hoznak létre a szakemberek, ahol a természettudományos tantárgyakat próbálják érdekesebbé tenni és jobban megismertetni az általános és középiskolás diákokkal. A tervek szerint idén ősztől kezd működni az élményközpont a Bátori utcában. A cél, hogy minél többen tanuljanak a Nyíregyházi Egyetem természettudományos képzésein. Szeptember 15-én Nyíregyházán is elkezdődött a fűtési szezon, ami azt jelenti, hogy a nyírtávhő az épületek fűtés szabályzóit készenléti állapotba helyezte. A nyár folyamán több előre eltervezett karbantartási munkálatot is elvégzett a szolgáltató a hálózaton. Többek között távhővezetéket cserélt, illetve új hőközpontokat hozott létre. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 18-án, kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. Nyugat felől továbbra is meleg, de holnap már valamivel nedvesebb levegő sodródik felénk. Az előttünk álló éjszaka többnyire derült idő várható, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben kevés gomoly felhő, sok napsütés várható. Csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 28 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Péntekig még sok napsütésben lesz részünk, csapadék nem várható. 1-2 fokkal még erősödik is a nappali felmelegedés, a csúcshőmérséklet 28-29 fok közelében alakul majd. Szombaton a Kárpát-medence felett áthalad az északnyugat felől érkező hidegfront, hatására változékonyabbra fordul az idő, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. A jövő héten néhol már csípősek lesznek a hajnalok, és délután is csak 15-20 fokra számíthatunk.